Évek óta teltházas a kalocsai menhely, így mindig jól jön a segítség. Most héten tudtuk meg azt, hogy mennyi pénzt fogunk kapni idén 1%. Az idei az 5.200.000 forint lett, és ez a összeg ez tegnap átutalásra is került, tehát már nálunk van. Ez a tavalyihoz képest sokkal jobb lett, tavaly 3.600.000 forint volt, és most már hagyományszerűen, ugye tavaly ebből a 3.600.000-ból 600.000 forintot azonnal áttettünk az ivartalanítási alapunkba, amivel a lakosság kutyáinak, macskáinak ivartalanítását támogatjuk. Tavaly 600.000 forint jutott az ivartalanítási alapba, idén viszont az 5 millióból 1 milliót különítenek el erre a célra. Most pontosan nem fogom tudni megmondani, hogy hány ember ajánlotta fel nekünk az 1%-ot, de én úgy néztem, hogy nem lett ez olyan nagyon sokkal, tehát valamennyivel több lett, mint tavaly volt, de én azt mondom, hogy inkább az 1% összegei emelkedtek meg annyival, hogy ezért lett több. Egy páran persze csatlakoztak a részünkre felajánlókhoz, de nem annyira jelentős az az emelkedés. De hát ennek is nagyon-nagyon örülünk. A menhely a városban több adománygyűjtő akciót is szervez, illetve a közösségi oldalon is közzéteszi, ha szüksége van valamire. A pénzbeli adományok havonta, hát nem túl sok érkezik egyébként, ilyen havi 60-70 000 forint körül van most az összeg, amit havonta a készpénzzel ajánlanak, tehát utalnak át nekünk. Az egyéb adományok azok azért sokkal több ember jön ki a menhelyre, hoz tápolt, tisztítószert, vagy akár a kint dolgozóknak kávét, üdítőt, annak is nagyon-nagyon örülünk, mikor rájuk is gondolnak, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk minden segítségért.